Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. A következő műsorban egy régi kedves ismerőst hozok el önöknek, nem csak nekem régi kedves ismerősöm, hiszen Winter Diát, a rádióst, a tanárt, a színpadokon műsorvezetőt szerintem sokan ismerhetik. Köszöntelek szeretettel, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ma. Én köszönöm a meghívást, és én is köszöntök mindenkit. Nosztalgiázni fogunk mindjárt az elején. Okay. Ott fogjuk kezdeni a beszélgetést, ahol mi találkoztunk, hiszen ezek tényleg nagyon régi szép emlékek. Ha visszagondolok, egy rádió, egy már nem működő kereskedelmi rádióban dolgoztam, amikor gyakornokok jöttek, mentek, váltották egymást, eltöltöttek néhány hetet velünk, és aztán mentek tovább. Aztán egyszer csak megérkezett két fiatal lány, szintén gyakornoknak, és nagyon kilógtatok a sorból, mert hogy ti nem elnézelődtetek, figyeltétek a dolgokat, hanem folyamatosan követeltétek a munkát, a feladatot, és együtt éltetek velünk, és nekem az ott már feltűnt, akkor már éreztem, hogy ó, ebből a lányból lesz valami. Hogy kerültél te oda? Hát ugye alapvetően a Kodolányi János főiskolán, ami most már egyetem, ott tanultam német nyelvtanár és kommunikáció szakon, és igazából én nekem mindig is tetszett a rádiózás, de ugye akkor ott még nem szakosodtunk. Ugye minden egyes média területét kipróbálhattuk, újságírástól elkezdve a rádión át az online lehetőségeket és a PR-t. Én a PR-re szakosodtam, de ettől függetlenül ugye hát elő volt úgymond írva, hogy kell egy gyakorlat mindenből. És hát ugye nekünk szerencsénk volt Judittal, a volt csoportársammal, hogy hozzátok kerülhettünk, mert nem csak egy ilyen kis asszisztensnek éreztük magunkat, hanem hogy úristen, bevontak a feladatokba, és tényleg beleláthattunk abba, hogy működik egy rádió. És én nagyon élveztem. Ha jól emlékszem, te akkor még nem akartál rádiós lenni ezzel együtt. Nem, ott még nem volt ilyen döntésben. Nem. Megmondom őszintén, amikor ezt a két szakot választottam, az egyik az volt, hogy a testvéremmel egy nyár alatt elég jól megtanultam németül, ő is egyébként német nyelvtanár, és úgy voltam vele, hogy én ezt szeretném, de mondták, hogy annyit tudok beszélni, hogy valami kommunikációs dolgot válasszak, és akkor így jött ez a két szak. És én végig úgy tanultam, hogy nem az volt a cél, hogy ez akarok lenni, hanem majd ami úgy megtetszik. És a PR azért tetszett, ugye második évben éreztem, hogy ezt szeretném a szakiránynak, mert az minden, külső-belső kommunikáció, ott van benne marketing, ott van benne nyilatkozni kell szó, tehát nagyon sok minden. De aztán, amikor a nyári gyakornoki időszak után éreztem, hogy ez nagyon tetszett, tehát nem gondoltam, hogy lehet belőle valami, és hát aztán elindultam a marketing irányba tulajdonképpen. Ahol ismét találkoztunk, de mielőtt előre szaladnánk, azért visszatérünk a kislánykorodra. Itt nőttél fel Székesfehérváron? Igen, én ide születtem, így van. És nem is tudom elhagyni. Nem tudom elhagyni a várost. Nagyon sokszor hívtak Budapestre, voltam szinkronizálni, és imádom, egyszer majd remélem visszatérek, de Budapesten van, és ez nekem az túl nagy, nekem Fehérvár a városom. Nos, tehát akkor elvégezted a főiskolát, és marketinggel foglalkoztál, egy akkor nagyon jól ismert székesfehérvári márkakereskedésnél találkoztunk újra. Uh-huh. Ott lettél a riportaranyom. Igen. Igen, mint marketinges nekem kellett kvázi beszélnem arról, hogy bemutatunk egy új autót, vagy mi újság ugye a szalomban, és annyira emlékszem rá, hogy mondtátok, hogy miért nem megyek be felmondani a reklámot is, hiszen akkor lehetek én a cég hangja. És mondtam, hogy jó. És hát ott történt meg az eset, hogy Német Gábor kolléga azt kérte, hogy mondjam már be, hogy milyen idő lesz holnap. Hát mondom, jó, bemondom. És talán ez egy pénteki nap volt, és hétfőn csörgött a telefonom, hogy Dia, beszélhetnénk esetleg, nem lenne kedved rádiózni? Tehát ez olyan filmbe illő volt, és el sem hittem, hogy ez velem történik. És akkor mentem hozzátok. Emlékszem, hogy sokat piszkáltalak a riportok közben én is, hogy neked rádiózni kell, úgyhogy erre tényleg, és be is igazolódott, hiszen azóta is rádiózol, és igen, akkor is rádióztál, de itt közben azért fel kell venni a szálat, hiszen emlékszem, ott dolgoztál velünk, amikor nagyon kemény családi tragédiákon tetted túl magad, ha egyáltalán túl tudtad tenni magad. Hát igen, ez egy nehéz dolog, elveszítettem mind a két szülőmet, tulajdonképpen nem is egy teljes év alatt, és ott nagyon-nagyon nehéz volt, és tényleg a mai napig hálás vagyok
az akkori vezetőségnek is, hogy így emberileg jól álltak hozzám. Tehát tudták azt, hogy nem fogok tudni beülni, jó reggelt kívánni egy egész városnak, vagy akik minket hallgatnak, mert hogy nem jön szívből. És kaptam egy kis pihenőidőt, hát aztán meg kellett rázni magunkat, és valahogy igazából pont a munka segített, és valahogy az, hogy nagyon jó érzés volt, hogy például azért apukám hallott már még a rádióban beszélni, hát anyukám már nem. De ez mindig tovább vitt, hogy mégis, ha nincsenek is velem, attól még a tetteimben bennem vannak, meg a gondolataimban, meg néha eszembe jut, hogy mit mondanának, és ezért ez így segített. Igen. Reggeli műsorban voltál, ha így jól van, emlékszem. Így van, kétszer sült volt a címe. Közel állt hozzád? Nagyon, nagyon szerettem. Ugye Nyeste Attilával csináltuk a műsort, ugye reggel 6-tól 9-ig. Ami nehézség volt, hogy nyilván, hogy be kellett érni. Tehát engem előtte nem lehetett kirobbantani az ágyból 7-kor, hát most 5-kor kellett kelni. Illetve hát jó, az volt az előnye, hogyha nyilván nem jött interjú alany, akkor hát kicsit nyúzott fejjel is be lehetett ülni a mikrofon mögé, akkor még nem volt ennyire online közvetítés, tehát nem zavart, hogyha nem vagyok a legjobb formámban. De azért nyilván miután utána én mentem tovább dolgozni, tehát a rádió, reggeli rádió műsor után mentem tovább, ezért aztán össze kellett kapnom magam, és egész jól sikerült, úgyhogy én nagyon szerettem. Nem érdekelt akkor még, hogy esetleg komolyabb műsorokat csinálj? Nem, én megmondom őszintén, hogy úgy éreztem, hogy sodródom az ára, nagyon sokat tanultam, tehát nagyon sok kollégától tanultam, így Kis Györgytől, vagy Németh Gábortól is, ugye a szerkesztésekben láttam, hogy hogy csinálja magát a műsorvezetést is, Klamancsek Krisztián, tehát hogy hát nyilván fel kell, hogy soroljalak téged is, tehát Sasvári Csillát, akinek nagyon szépen köszönöm. Például a színpadi megjelenés, vagy a színpadon való viselkedés, meg ugye az egész, hogy az ember oda ki tudjon állni, és tényleg totál ismeretlen embereket megszólítson, azt például neked köszönhetem. Beszéljünk a színpadról, mert azért az egy teljesen más szakma. Kevesen látják és kevesen tudják, hogy attól, hogy valaki rágyos, egyáltalán nem biztos, hogy működni fog a színpadon is. De hogy élted meg? A lámpalázi ilyesmi téged soha nem kerülgetett? Addig, amíg fel nem megyek, addig nyilván van egy egészséges, és, de ott fent már nem. Tehát ott elfelejtem. Ott lehet, hogy nagyon érdekes, ilyenkor mindig azt gondolom, hogy én egy bombanő vagyok ott fönt, és hogy engem mindenki imád, és innentől kezdve működik. Nyilván nem vagyok azt, tehát tisztában vagyok azért a határaimmal, de sokat segít például, most már például a gyerekeim megerősítenek. Tehát nagyon cukik, legutóbbi eset, ugye pont tavaly húsvétkor volt Siófokon egy munkám, és akkor mentem fel a színpadra, és előtte, anya, te mikor fogsz énekelni? Ó, drágám, azt ne várd meg, de szóval, hogy ő nekik is ez, és látom a csillogó szemükben, hogy büszkék rám is, ők egyfajta visszaigazolás, hogy valószínűleg jól csinálhatom, meg hát nyilván vissza is hívnak, abba is bele kellett tanulni. Tehát az elsőnél ott nagyon izgultam. Tehát az elsőket igazából a rádiónál éltem meg. Ott a születésnapi bulikon, a különböző még akkor volt ugye autósó, mint rendezvény, tehát azokon tanultam bele. A három gyermeked van, ez közben a beszélgetés közben kiderült, ez is tudatos volt, mindig nagy családot akartál? Ez olyan vicces, mert mindig azt mondja, hogy sosem terveztem, de nem becsúsztak, tehát nem erről van szó, hanem mindig, tehát az első gyermekünk mondhatni, hogy szerelem gyermek, mert február 14-én született szegény, egyrésztről gondolom majd fogják ezzel szivatni az osztálytársait, bár eddig nem történt meg, hogy Valentin napon született, de aztán utána 15 hónapos volt, amikor azt gondoltam, hogy nekem kell még egy baba. Aztán a második fiam születésénél is ugyanezt éreztem, hogy kell még egy baba. És aztán a harmadik gyermekem születése után már nem éreztem ezt, és azt gondoltam, hogy most értem révbe. Tehát, hogy én nekem valahogy így jött az érzés, és ez így tökéletes volt, kerek volt. Hogy tudtad összeegyeztetni az életeddel, hiszen nem egy 8 órás munkahelyed van, és nem egy 8 órás munkába dolgozol, és azért a három gyereknek anyára szüksége van. Igen, hogy nehéz. Adottad meg? Hú, nehéz volt. Ugye hát született kicsi, három kicsi szerelem, meg ugye van a munkaszerelem, és pont az egyik kollégával, ex-kollégával beszélgetünk, Alocsai Misivel egyik alkalommal, hogy ő nagyon büszke rám, hogy nem a karriert választottam, és ez engem úgy, tehát jól esett, hogy ezt mondta. Valóban nem a karriert választottam, de nem hagytam el.
Tehát, hogy igazából a második fiam születése előtt is visszatértem egy kicsit rádiózni. Aztán, amikor a kislányom született, akkor ő még kicsi volt, de hétvégéztem, és hétvégente műsort vezettem, az is nagyon jó volt. Tehát mindig ott volt a szerelem, és mindig éreztem, hogy szeretném. És aztán érdekes, amikor megszületett a nagyfiam, akkor előtte hívott fel Ollerinyi Tamás, ugye a Táska Rádiótól, hogy egyáltalán nem akarok-e rádiózni. Mondom, hát nekem pici a baba, nekem ez most nem. És ez a kapcsolat nyilván megmaradt, és aztán ugye ott kötöttem ki. És közben volt kitérő is. Igen. De mennyi ideig volt, hogy otthon voltál? Ugye 2 évenként születtek a gyerekek. Így van. Hány évet töltöttél munka nélkül? Húha, hát számolnom kell. Hetet? Bár ez most nagyon rosszul mondtam, hogy munkanélkül kijavítottál volna, mert ez 0-24-ben, igen, anya funkció. Hát én azt gondolom, hogy jó, nyilván nem volt könnyű. Én nem tagadom, amikor például a második fiam született, ő totál megfordította a napszakokat, úgyhogy olyan volt, mint egy zombi. Mert nyilván az anyai szív az egyből beindult, és akkor napközben akartam a naggyal lenni. És a kicsi meg aludt, ennek nagyon örültem. Csak ugye este meg felébredt, és egész éjszaka fenn volt. És másnap már nem voltam igazából jó anya. És hogy ezeket ugye át kellett élni. Beleszoktunk, én azt gondolom, ők is megszokták, de mindig azt mondtam, hogy én nem azért szültem a 3 gyerekemet, hogy majd valaki felnevelje őket, és megyek tovább a karrieremben, hanem hála Istennek meg tudtuk oldani úgy, hogy ezért ez is maradt, meg hát anya voltam legfőképpen. Hát igen, majd 7 éven keresztül. Aztán jött a Vörös Marti Rádió. Így van, így van. Kislányom születése után, akkor már úgy döntöttem, hogy kell egy kis meló, most már nagyon kell. És így a hétvégi műsort készítettem, nagyon szerettem. Egészen más rádiózás volt a kereskedelmi rádió után. Igen. Kihívásnak érted már? Igen, nagyon emlékszem, pont te vezettél be a hétvégézésbe, és mondtad, hogy ja, készülj fel, ez kemény lesz. Jó, persze, megcsináljuk. Hazafele mentem, és nem tudtam, hogy milyen útvonalon. Annyira elfáradtam, mert hogy ugye nagyon össze kellett szedni magunkat. Nem volt olyan szabadság, mint annak idején, ugye impróztunk nagyon sokat. Hú, mi legyen? Oké, gyorsan összeraktuk az adást. Tehát sokkal feszítettebb volt a tempó, és én nagyon örülök neki, mert ez is nagyon sokat adott szakmailag. Soha nem felejtem el, amikor kaptam egy telefont egy hallgatótól, olyan aranyos volt, nem tudom pontosan idézni. Valami olyasmit mondott, hogy a gyorsbeszédű fiatalasszonyka, mert hogy az energiád az átment, ugye, mert igen, valójában nem hadarásról van szó, hanem az energiád az, igen, úgy átment valójában, és hát nyilván ez a sok mosoly, és ez a sok jókedv, tényleg neked mindig jókedved van? Hát igyekszem, ez a valami túlélő dolog nálam, nem tudom. Igen, én mindig a pozitív oldalát nézem a dolgoknak, mert a negatív nem visz előre. Tehát ezért is sokan ugye mondták, hogy hát hogy tudta túlélni például ezt az online oktatás időszakát, és akkor így viccesen mondta, hogy elvégeztem az elsőt, meg a negyediket. Ja, meg az óvodással kicsit fejlesztett. Megtanítottam, megrádióztam, túléltük. Tehát ha pozitívan állok hozzá, és nem azt nézem, hogy milyen nehéz, és hogy úristen, hogy fogok a végéhez jutni, hanem hogy na jó, akkor csináljuk, akkor működik. Legalábbis nekem eddig működött. A jelened éppen egy 3. rádióban zajlik, ami szintén teljesen más, hiszen ott tanítasz is. Igen, hát nagyon komplex a dolog, mert ugye először én oda rádiózni mentem, és rádiózni és rádiót oktatni. Ugye ez egy iskola rádió, egy kis közösségi rádió, aminek elsődleges célja egyébként ugye a Láncos Kornél gimnáziumban működik. Az iskolának az volt a célja, hogy a diákok kicsit belekóstolhassanak ebbe a világba, és nyilván nem csak azok, akik német média szakon indulnak, hanem akik a természettudományoson vagy a nyelvén, tehát hogy így nyugodtan lehet jönni, kipróbálni magukat. Tehát folyamatosan változik a stáb? A stáb az mindig, és hála Istennek bővül, és hát lehet bővíteni is, és nem csak a Láncos Kornél gimibe járóknak, hanem a középiskolákba járóknak, bárhol, bárkinek, aki ugye Fehérváron, hát vagy a környékén, csak ugye nyilván nehéz bejárni esetleg, rádiózhat, és már az 5. től, tehát az általános iskolásokat is bevonjuk, mert nagyon ügyesek. És
ők nyilván külsősök, tehát ők délutánonként jönnek, a Láncos Kornél gimiben járok pedig ugye délelőtt jönnek hírezni, velük készítjük a híreket együtt, illetve hát a műsorokat. Nyilván mivel iskolában vannak napközben, ezért ezek felvételről mennek aztán adásba, de van élő műsorunk is, amit iszonyatosan imádnak, és én megértem őket, mert az az adrenalin, az az érzés, amikor élőben össze kell szedni magunkat, és tényleg át kell adni valamilyen üzenetet, és el kell jutni A-ból B-be, az tényleg nagyobb kihívás, mint hogy jó, akkor gyorsan összerakok egy adásmenetet, és akkor begyakorlom, és akkor előadom, minthogyha ezt én most csak úgy mondanám. Az sem könnyű nyilván, hogy ne olvasott legyen, tehát ezeket a technikákat is megtanítjuk nekik. De hogy elsődlegesen nem is feltétlen az a cél, hogy rádiósokat képezzünk, hanem az, hogy egy diák, amikor majd érettségire kerül, vagy állásinterjúra megy, akkor ne féljen megszólalni. És végig gondolja, hogy mit akar mondani, és hogy mit akar elérni azzal, amit mond. Tehát ha én úgy megyek be egy állásinterjúra, hogy én itt akarok dolgozni, és én határozottan elmondom, hogy miért engem kell választani, akkor valószínű, hogy sikere lesz. Azzal szemben, aki mondjuk nem mer megszólalni, ugye ott kezdődik a probléma. És igazából nagyon érdekes, mert nagyon sok diák már úgy jött a Táska Rádiótól ki, hogy aztán a médiá belül maradt. Nagyon sok embert ismerek. Például a Margaret Islandnek a fénytechnikusa, Lukácsovics Máté, ő is rádiózott előtte. De hát azt hiszem, hogy kollégák is vannak itt a tévénél, akik a rádióban megfordultak, úgyhogy így mindig szoktunk vicceskedni így a Fehérvár média igazgatójával, hogy jó, küld csak őket, neveljétek csak őket. Úgyhogy ez egy nagyon szép dolog. És hát az extra csavar a dologban, hogy mind a két szakomat, mind a két szakmámat tudom gyakorolni ebben az iskolában. Egyrészt a tanárit, mint média oktatás, meg mint német nyelvtanár is most már bevontak, és nagyon szeretem. Tehát, hogy így azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, hogy elvégeztem ezt a két szakot, bár sokszor kérdezték, hogy minek neked a német nyelvtanári szak. Nem tudom, tetszett, megcsináltam, és tessék, most valahogy révbe értem, azt lehet mondani. Hány órát töltesz a munkahelyeden? Nagyon jó kérdés, változó, de egyébként fixen 8-tól 4-ig biztosan. Hát, hogyha délutánonként jönnek rádiósok, külsősök, a stábokkal nyilván babázni kell, mi így hívjuk őket, ugye nyilván el kell indítani őket, akkor van, hogy 6-ig is, de külső segítségünk is van. Meg igazából akinek a helyére én mentem a rádióba, az Irén, ő nagyon ügyes, és ő is ilyen babázós típus, és ő is bejár még, és besegít, tehát, hogy így egy komplexum vagyunk mi, három felnőtt, így mindig úgy szoktam mondani, bár én nem számítok felnőttnek sokszor. Elfelejtem a korkülönbséget, ez a furcsa. De ez is egy érdekes, hogy amikor bemutattak, hogy hát Winter Diana ugye az ominózus rádióval egyből, hogy tehát Fehérváron dolgozott, és akkor így néztek, hogy és akkor így leesett, hogy ja persze, hát anya, apa. Tehát ők nem. Anya, apa rám ébredt. Tehát, hogy ez így annyira jó. És ők aztán mondták is, hogy ja, hogy ő az. Tehát, hogy beazonosítottak. Az időt nem véletlenül kérdeztem, hiszen most már egyedül neveled három gyermeket. Most itt megint a kérdés, hogy így aztán gondolom még nehezebb összeegyeztetni. Hát hála Istennek jó a kapcsolat a gyermekeim apjával, úgyhogy nyilvánvalóan ennek is köszönhetően működik a dolog. Hát még azért friss, úgyhogy még rendeződünk, de igen, szerintem ezt is meg fogjuk tudni oldani. Nagyon nagyok már, nagyon komolyak, meg most már megszokták, hogyha anyának munka van, akkor nyilvánvalóan jön apa, vagy pótmami, vagy barátnő, úgyhogy ez sem lehetetlen. Persze van benne kihívás, még mindig van kihívás, pláne, hogy az iskola is mindig újít, a rádió is mindig újít, mindig vannak új tervek, és hú, akkor még nagyobb stábot mozgassunk meg, még ezt csináljunk még. Tehát, hogy van dolog, tehát nő tulajdonképpen a dolgok száma is, és a munka száma is, meg hát a gyerekekkel is kell foglalkozni, úgyhogy igen, van kihívás. Egy portrébeszélgetésben meg szoktuk kérdezni, hogy mi az alany hobbija. Nálad egy kicsit most zavarban vagyok, mert úgy érzem, hogy mindeddig a hobbidról beszéltünk. Igen. Na, ez egy tényleg jó mondat. Annak idején az osztályfőnököm mondta, hogy olyan munkát válasszunk, amit szeretünk csinálni, és megkérdezte, hogy mivel akarok foglalkozni. Na, ott én gimnáziumban azt mondtam, hogy hát én kommunikálni akarok, én emberekkel szeretnék foglalkozni, és akkor hát mindenki kiröhögött. Hát a 20 éves érettségi találkozón már nem rögtek, tehát hogy így ez jól esett. De alapvetően igen, tehát hobbim
De ezen kívül még nagyon sok mindent csinálok, és néha azt érzem, hogy túl sokat. Tehát, hogy így túl sokat akarok. Nekem egy kicsit most olyan, mintha az élet azt akarná megmutatni, hogy rendszeresen, rendszerben éljek, ami nagyon nehéz. Mert ahogy a másik osztályfőnököm mondta még általános iskolában, hát velem nem könnyű, mert ilyen zabolátlan vagyok, de ezt talán még a főnököm is meg tudná erősíteni. Viszont kell most már, hogy a rendszerbe egy kicsit jobban belesimuljak, és ne akarjak mindig sajátosan dönteni. Elhatároztam, hogy mindenképpen felteszek egy kérdést a Facebook bejegyzéseiddel kapcsolatban is. Igen. Ami többnyire lábakról szól. Annyira tudtam. Honnan az ötlet? Igazából nekem onnan jött, hogy én mindenhová beteszem a lábam. Ez a mondat úgy valahogy előjött, és így aztán tényleg ilyen hobbivá vált, hogy folyamatosan ahol járok, ott lefotózom a lábamat, meg a gyerekeimet, meg most már a nyúl is jön velünk mindenhova. Úgyhogy igenis egy lábfétises oldal meg is talált ezért, hogy használhatja a képeimet, mondom, hogy nem, ez privát, ne haragudjon. És persze mindig piszkálnak vele, de nem tudom, de nekem ez olyan jól esik. De igazából nem tudom megmagyarázni. A barátaim szerint megerősítést várok a külvilágtól, hogy én jó vagyok. Tehát ezt szokták mondani, hogy akinek a legnagyobb a szája, annak kell a legnagyobb simogatás, hogy jó vagy, nyugodj meg. Úgyhogy most simogatom a lábamat, hogy jó az volt, ahova én betettem. Igen, innen jött igazából. Kirándultok sokat? Igen, nagyon sokat. Hát a karantén ideje alatt ugye nyilván betartottuk a szabályukat, de azért, ha lehetett, akkor nyilván szabad ég alatt is, ahogy lehetett, mentünk. Kell is, kell. Meg én nagyon azt gondolom, hogy ugye persze lehet utazni külföldre is, de Magyarország az első, és aztán lehet menni külföldre. Bár most lehet, hogy egy kicsit így emiatt az új helyzet miatt azért óvatosabbak vagyunk, de imádok menni velük, meg ők is imádnak menni, úgyhogy amennyit lehet, azt kint töltünk a szabadban, és kirándulunk. Előtted az élet, rengeteg terved lehet. Mi az, amit mindenképpen szeretnél elérni az életedben? Hűha! Olyan érdekes, mert mindig ebből egyből az jutott eszembe, hogy a nyugalom. De nem, mert én azt nem bírom. Tehát, hogyha túl nyug is valami, az baj. Tehát egy anyuka típusú hozzáállás. Nagy a csend, baj van. Nyugalom van, baj van. Igazából, hogy mit szeretnék elérni? Jó kérdés. Talán azt, hogy ennél rosszabb ne legyen. Tehát, hogy én nem akarok világot megváltani, vagy ilyen, nem is tudom, Guinness rekordokat dönteni, de hogy ha most úgy kezdünk helyreállni, akkor ez így jó lesz, mindenkinek jó lesz, akkor azt tud megtartani. Mert akkor kerek lesz minden. Tehát ez azt jelenti, hogy a pályádat tekintve ott vagy, ahol lenned kell. Én azt gondolom, igen, bár sose lehet tudni, mit hoz a jövő nyilván, de én most nagyon jól érzem magamat ott, ahol vagyok. Dia, mosolyog még sokáig. Jó. Unzd az energiádat ránk, és nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad a mai beszélgetést. Én köszönöm. És természetesen nagyon szépen köszönöm a Fehérvár Televíziónak is, hogy velünk voltak, és meghallgatták Winter Dia életét. Viszontlátásra!